Online trendek. Hallgassa, hogy értse. Kellemes délután kívánunk mindenkinek. Az online trendek mai vendége Weiser István, marketing stratéga és író, 5 üzleti könyv szerzője vagy, ugye? Lehet igen, azt, igen. És rengeteg nagyon jó, félig meddig vicces, meg nagyon komoly és jópofa videót, meg YouTube mindenféle filmet láttam veled. Hát igen, igyekszem a témában publikálni minél több dolgot, hogy elmozdítsam a világot egy jobb irányba. És nagyon örülök egyébként, mert az Árazás 48 törvénye című könyved, amiről én láttam előadásodat, azt most megkaptam tőled, ezt majd el fogom olvasni. Ne hagyj pénzt az asztalon. Ez abszolút nekem szól, de szerintem nagyon sok embernek szól, vállalkozónak szól a világon. Nagyon gyakran kérdezik azt, hogy bizonyos produkciónak ugye mi az ára. És én szerintem még az életben nagyon jó árat nem tudtam mondani. Tehát volt, amikor már majdnem jó árat mondtam szerintem, de inkább mindig rossz árat mondtam, mindig alulról pedzettem ezt a dolgot. Ez a könyv tulajdonképpen erről szól, nem? Hogy igen, igenis tudjuk megkérni az árunkat. Igen, én azt gondolom, hogy a magyaroknak egyébként alapvetően gondja van ebben. Tehát, hogy mi alulárazzuk magunkat, alul értékeljük magunkat, és emiatt alul is árazzuk magunkat. Tehát mondjuk egy budapesti fodrász nem tud annyit elkérni a munkájáért, mondjuk egy bécsi, pedig... Na de erre azt szokták mondani, hogy ez egy gazdasági rádió, tehát ne vicc, hogy Bécsben többet keresnek az emberek, nem egyszer, nem kétszer, nem háromszor, persze, hogy többet kell, akkor fodrász is. Egyértelmű, de attól függetlenül mégis ugye két dologról beszélünk, van valaminek értéke, ez egy, a fejünkben van egy érték, és van hozzá tartozik egy ár. Egy szám. És a vevő ugye annak örül, hogyha mondjuk egy nagyon értékes dolgot megkap alacsonyabb árért, tehát valójában az érték és az ár különbségére izgul a vevő. Igen. Na most ezt kétféleképpen lehet elérni. Az egyik egyik módszer az, hogy elkezdünk lefele csökkenteni az áron, de ez a hülyéknek is megy, tehát ugye az nem kell nagyobb képesség. Én azt tanítom, hogy növeljük inkább az értéket meg. Ahelyett, hogy az áron csökkentenénk, ezt a különbséget, ugye az ár meg az érték közötti különbség, az úgy is növelhető, hogyha valami értékesebb dolgot kapsz a pénzedért. Tehát, hogy megnöveljük az értéket. És itt aztán belemehetünk olyan dolgokba is, hogy kell kimondani az árat, vagy egyáltalán, hogyha kimondunk egy árat, akkor az bement a vevőnek a fejébe. Azt, hogyha ami bemegy a fejébe, az Isten onnan ki nem veri. Ez a piacon is így van, tehát így egyszer van. Mondtál valamit, akkor igen. Annak már nehéz elmozdulni, igen. Tehát azt mondom, hogy a fokrémet azt nehéz vissza nyomni a tubusba, miután igen. Kinyomtuk. Ezeket majd mind meséld el, ha lesz rá idő, de egészen lebutított történet. De ezt is láttam nálad egy ilyen előadásban, hogy lehetne ez az üvegvíz is, amit van az asztalon, lehetne egy dinnye is, vagy lehetne bármi más. Ha van most valami termék, ami egyébként most 500 forintért adok, 499-ért kell adni, igen, akkor azt hogy hozom a vásárló figyelmébe, vagy hogy tudatosítom azt benne, hogy ez egyébként ez egy 999 forintos termék volt úgy eredetileg. Ugye, és ott mutattál mindenféle rajzokat ebbe a videóba, hogy ezt nagyon rosszul csinálják itt igen. Magyarországon. Mert? Igen. Azért, mert ugye ez a szabály, hogy ami bemegy a fejekbe, azt Isten onnan ki nem veri. És hogyha először meghallja az ember a 499 forintos vizet, akkor arról már hiába mondom, hogy ez egy 1000 forintos víz volt, mert a 499 forint az hamarabb megy be a fejbe. De hogyha beszélünk egy 1000 forintos vízről, és azt fölépítem, hogy elmondom, én azt gondolom, hogy minden jó terméknek van egy nagyon jó sztoria, ami miatt elfogadod azt, hogy ez mitől jó. Ez például egy művészeti alkotásnál is így van. Igen, mint a bornál, ugye? Igen, ott így van. A borász mellett. A bor az nagyon jó példa erre, hogy a bort a sztori adja el. Igen, igen. Illetve nyilván a borásznak a múltja, a lelkülete, a személyisége. A szállodát, a szellem, meg a sok így van, minden más. Így van. Jó, de egy üvegvíznél, ahogy te mutattad, vagy egy ruhánál, vagy dinnyénél, nem azt húzom át, hogy nem azt írom, hogy 499 és kicsivel alatta, hogy 999 forint áthúzva. Igen, először nagyon fontos, hogy a 999 forint ez legyen. Ez ugorjon be nekem. Ez ugorjon. Hogy azt lásd meg először, hogy ez a víz, ez 1000 forint, vagy 999 forint. Ám, de most véletlenül. Igen, éppen... át van húzva, és akkor jobban megnézed, akkor felfedezed azt, hogy ez 499 forint. Kicsivel ott van alatt. Mondjuk. Érdekesség egyébként, hogy azért érdemes az akciózást is meg sztorival megindokolni. Mert aha, ugye elkezdődik, mindenki gondolkodik, hogy akkor az 1000 forintos vizet most miért adják 4,99-ért, mégsem olyan jó ez a víz. Lejárt a szavatosság, hogy mindjárt lejár. Egy hónap múlva lejár.
Tehát az mindig kérdés, hogy én azt gondolom, minden nagy engedménynek kell, hogy legyen sztoria, mert különben a vevő, szóval a vevő olyan okos, mint a feleséged. Tehát, hogy nagyon, ne nézzük hülyének őket. Rafkós, tehát, hogy nagyon rafkós. Igen, portálon. Nagyon nagy lehetőség nincs. Hát ott, hogy az van, vagy ki az, hogy készletkisöprés, vagy tulajdonos váltás, vagy szezonváltás. Hát tudom, ehhez kellnek a kreatívok. Igen. De én azt mondom, hogy az ár kiírása is rengeteget jelent. Tehát amikor az ember hirtelen meglátja az árat, és utána rádöbben, hogy ez az ár, ez mégse ennyi, hanem csak ennyi, akkor az sokkal jobban működik, mint hogy meglátom a csak ennyit, és aztán elkezdem magyarázni, hogy ez több sokkal egy hónapja ez még sokkal több volt. Tehát hogyha hogyha valaki a webáruházánál átárazza így, vagy egy kicsit át grafikusával átdolgoztatja, akkor ez már nagyon érezhető dolgokat behoz. Amikor előadást tartasz, akkor nagyjából mondjuk ilyen történetek vannak, vagy ilyen apróságok is szerepelnek? Igen, én azt mondom, hogy ezek ilyen kis apró dolgok, amik, hogyha ezekre mind odafigyelsz, van egy csomó szabály, meg ugye azért is a könyvemnek az a címe, hogy az árazás 48 törvénye, mert valójában van egy csomó szegmens, amit érdemes ilyenkor figyelembe venni. Tehát, hogy mondok egy példát, hogy vannak ilyen szabályok, hogyha például alkudoznak veled, akkor hogyha mondjuk azt mondod egy szolgáltatásodra, hogy ez mondjuk 100 000 forint, és aztán hirtelen azt mondom, hogy jó, akkor figyelj, legyen 70 000, és te ezt elfogadod, egyből szó nélkül, akkor a 100 000 az nem volt tisztességes. Tehát, mert akkor valószínűleg túláraztad magad. Örülök én a 70-nek is. Igen, örülök a 70-nek is. Emiatt viszont, hogyha azt mondom, hogy legyen 70, akkor azt mondod, hogy oké, István, legyen 70, de akkor nem fogunk beszélgetni egy órát, nem fogok ezzel ennyit foglalkozni, nem csak akkor egy legyen elég óra. 45 perc, vagy csak egy fél óra. Tehát az a lényeg, hogy például ez nagyon fontos szabály, hogy mindig kérjünk valamit cserébe. Ha velünk alkudoznak, akkor ne fogadjuk el az alkudozónak az álláspontját, hanem mindig kérjünk valamit cserébe. Tehát csökkentsünk, hogyha ők azt kérik, hogy az áron mi csökkentsünk, akkor mi csökkentsünk az értéken is, mert különben nagyon nyomorultul is érezzük magunkat emiatt. Igen. Valljuk be, hogyha... Hát nem win-win szituáció. Igen, pontosan vesztesnek érezzük magunkat, és ez nem olyan túl jó. És hát a rendbeszél, hogy a következő körben, mikor majd megkérdezik, hogy mennyi, akkor... Na, soha nem tudod 100 000-ért adni, amit egyszer 70-ért odaadtál. Igen. Rengeteget tanulok egyébként a piacon, Budaörsön, a világpiacon például, tehát hihetetlen profik vannak, vagy hát igen, a Petőfi csarnoknál meg az eset, ott rengeteget lehet tanulni. Hát mondjuk különböző külhoni piacokon is azért, ebben azért nagyon sokat lehet. Hát mennél nagyobb a verseny, annál nagyobb a tanulásnak a lehetősége, mert ott aztán vére megy minden. Én voltam többször, én nem szeretem Ázsiát, és például Indiában a legjobb sales prezentációkat ott láttam mindig. Tehát, hogy ott lehet látni, hogy ők zsírprofik, és egyszerűen annyira jól csinálják, hogy esélyed nincsen. Az nagyon szimpatikus, amit te mondasz, mert ha jól értem, mert a könyvet nem volt módom elolvasni, csak tényleg így mindenféle apró történeteket mazsoláztam ki belőle, amit itt föllettem, itt ott amott. Szóval te nem azt mondod, hogy javíts a minőségeden, meg még jobb legyen a termék, meg még több munkát fektess be, nem? Te azt mondod, hogy az a termék, ha jó, akkor kérd meg az árát, és hogyha ezeket az apró 48 vagy 25 vagy nem tudom hány dolgot elsajátítod, akkor ugyanazért a termékért, amit tegnap 70 forintot kaphatsz, vagy kaptál, most kaphatsz 100-at, vagy 140-et. Ez nagyon szimpatikus, már nem sarkalsz engem plusz... Többletmunkára. Igen, többletmunkára. Én úgy érzem, hogy itt is fokozottan igaz a Pareto elv, ugye a 80-20-as szabály, hogy a bevételednek a 80%-át a dolgoknak, vagy a befektetésednek a 20%-a adja. Az azt jelenti, hogy fokozottan, hogy itt már ilyen nem 80-20-as, hanem 90-10-es szabály van. Ez azt jelenti, hogy valójában az átlag magyar vállalkozó rengeteget költ termékfejlesztésre, megtervezik a csomagolást, óriási kutatások, óriási melót fetszenek bele, de valójában ami az igazi profitot hozza, az, hogy végig gondold az árazását. És azt, hogy mindenben rengeteg időt fektetünk, mindenben a termékfejlesztésbe, a szolgáltatásunkat szétcsiszoljuk, de arra, hogy végig gondoljuk, hogy például a piacnak mik a fájdalompontjai, hogy lehet fölépíteni a piaci bevezetését, erre nem szánunk elég energiát, és én azt mondom, hogy ez a 10%, ez képes megduplázni a profitodat, mert nagyon nem mindegy, hogy most, hogyha van egy terméked, amit elő tudsz állítani mondjuk 8 000 forintért, akkor az nagyon nem mindegy, hogy most az 10 000
4000 forintért, vagy 12000 forintért adod el, mert nem mindegy, hogy 2000 vagy 4000 a profitod, tehát profit duplázást jelent ez a fajta végiggondolás. Tehát én azt látom, hogy nem vagyunk ebben elég konzekvensek, meg nem beszélgetünk eleget a piaccal. Igen, de ha én belülök a te órádra, vagy előadásodra, vagy elolvasom a könyvedet, az árazásnak vagy tulajdonképpen egyfajta szakértője. Igen. De te nem értesz az ásványvízhez, nem értesz a dinnyéhez, és nem értesz a moderátori tevékenységhez, most világos, azt árazni kell. Te általános szabályokat tudsz. Igen. Ez azt gondolom, hogy a piacon olyan törvények, amik a piacon a piaci kofának és a dinnyére is igaz, és az ásványvizedre, sőt a könyvedre, vagy az előadásodra, vagy bármilyen szolgáltatásodra vonatkozva. Hát ugyanígy van, nem mindegy, sőt ezt is láttam tőled, igen, a könyvedet most mennyi a könyvára, ugye, vagy egy könyvára, akkor fogalmazunk. Honnan jött az a könyvára, vagy miért pont ennyi a végződés. De én nekem meg néha úgy tűnik, de te nyilván ezt ezen a szemegen keresztül nézed, és rengeteget mulatsz akkor ezekre a kiírásokon, hogy lehetne ezt jobban csinálni. Meg sírok. Azt tanultuk meg tulajdonképpen, azt látom a kereskedelemben, hogy a vége legyen 9-es, és akkor az már jó. Tehát nem 1000, csak 992. Hát ez már nagyon megvan. Erre kutatások vannak. Tehát, hogy volt Amerikában egy cég, aki ingeket, férfi ingeket árult, és 19,90 volt egy ing. Ez volt Amerikában kb. Egy ingnek az ára, és aztán kijött egy új marketinges, aki azt mondta, hogy most már ne hazudjunk a vevőknek, és mondjuk azt, hogy mi nagyon korrektek vagyunk, és innentől csak 20 dolláros ingek lesznek. Na most eltelt kb. 3 hónap, és a forgalmuk az egy ilyen 30-40%-kal visszaesett, ugye az embert kirúgták, de ettől függetlenül, szóval ebben fizetünk. Tehát, hogy az embernek az agya, meg az elméje úgy van, van egy címkéző agyunk, ami hirtelen csak avval foglalkozik, hogy valami kettessel végződik, vagy egyessel, és az a címkéző agyunk valójában automatikus döntéseket hoz. Igen, és akkor, vagy nem. És akkor emiatt ezen múlik. Tehát emiatt bornál, nem kell helyi értéket ugranunk. Hány forint egy bor, azért mondtad az előbb a bornál, ugyanott nagyon komoly lélektani határ van, hol vannak a különböző kategóriák. És akkor nyilván annak is megvannak a szabályai, hogy van egy pont, amikor át kell lépni bizonyos lélektani határokat, amikor már nem lehet tovább vinni. Ezt mondok egy példát, néhány év a pizzériáknál eljött az az idő, amikor, tehát hogyha visszagondolsz, akkor mondjuk 4-5 éve 1000 forint alatt volt egy pizza. Volt 890 forint, de 990 ér, és aztán eljött, senki nem merte átlőni ezt, és mert mindenki ugye azt mondta, hogy ha 1100 ér adom a pizzát, akkor már valószínűleg nem fogják megvenni, vagy inkább hamburgert vesznek, hát vagy valami más. Mint az inges ember. Így van. És aztán ugye nyilván eljön egy pont, amikor viszont muszáj, és akkor át kell, kollektíven át kell lépnünk ezt a fejbe lévő határt, vagy ezt az érzelmi határt, és akkor át kell lőnünk az 1000 forintot. De ennek is megvan a módszertana, hogy ezt hogy kell végbevinni. Tehát nagyon, azt mondom, hogy az ördög a részletekben van, viszont ezeket a részleteket, hogyha összerakjuk, akkor ez egy óriási hatás többszöröző erő. Azt mondom, hogyha a könyvembe tárgyalt 48 törvényből a felét komolyan veszik, és végig gondolják a cégnek a vezetői, akkor azt mondom, hogy egy év alatt biztos, hogy egy profit duplázás az simán bent van. Van olyan, amit nagyon szeretsz ebből a 48 pontból? Ami a kedvencem, azt végülis Amerikából tanultam. Én amikor elkezdtem, én tanácsadással foglalkozom, ugye a stratégiai tanácsadással, és a legtöbb cégnél azt láttam, hogy én amikor elkezdek egy céggel dolgozni, akkor mindig az árazási stratégiához nyúlok legelőször hozzá. Annak nagyon egyszerű oka van, hogy avval tudom a legnagyobb hatást többszörözést csinálni. Tehát avval tudom a legkisebb befektetéssel a legnagyobb eredményeket tudom egy cégnél elérni. Ezért nekem, és láttam, hogy Magyarországon nincs normális szakirodalom használható. Tehát vannak egyetemi jegyzetek, de hogy én a könyvemet azt általában én az embereknek írom, tehát nem a fióknak, és nem a vizsgára kell készülni, hanem az, hogy azt kérdezik tőlem, hogy István, akkor mondd meg, hogy árazzuk be, vagy hogy írjuk ki, és én ezt a mondd meg, ezt szerettem volna megcsinálni, és akkor megcsináltam a könyvet, és aztán azt láttam, hogy túl vastagra sikerült a könyv, és aztán azt láttam, hogy az embereknek hogy egy jó része megveszi a könyvet, van egy szándéka, de aztán végén mégse történik semmi, és akkor ezért csináltam meg, hogy csináltam egy egynapos szemináriumot, amit végigvesszük ezeket az alapokat, és akkor azt gondolom, hogy munkafüzettel minden együtt, szállj rá egy napot, és akkor tegyük rendbe. És akkor onnantól az biztos, hogy működik. Na és akkor én azt csináltam, hogy az összes nemzetközileg föl lehető árazás szakkönyvet Amerikából, Amazonról megjelendeltem, megnéztem, hogy mi az, ami ott kint működik, mi az, ami itt Magyarországon, lehet, hogy kint működik, de Magyarországon nem. Ezt akartam mondani, hogy ez nem hozható minden. Igen. És
aztán itt a, én szerencsére nagyon jó ügyfeleim vannak, ahol, akik ilyen megengedik azt, hogy kísérletezzünk jó sokat, és aztán annak a tapasztalatait írtam le, és mondjuk ami a kedvencem, mondjuk az a fandomárazás, ami azt jelenti, hogy be kell hozni a portfóliódba egy-két olyan terméket, amit tudod, hogy nem akarsz eladni egyáltalán, de a terméknek a jelenléte az árlistádba az sokkal jobban, a többi terméket jobban eladja. Aha, így van. Egy rangot mondjuk, maradjunk a bornál. Ott van az a zászlós hajó, amiből csak van 100 palack, és igen, ott van 12 ezer forintért. Igen. Azt nem fogom megvenni, de te meg nem is biztos, hogy van neked, vagy én azt mondom, hogy én behoznék 60 ezer forintos bort is. Igen. Mert hogyha van 60 ezer forintos super premium borunk, amiből csak tényleg 50 üveg van, 60 ezer egy üveggel, akkor most amellett a 12 ezer forintos bor, az annyira nem tétel. Sőt, ha van 3 ezer forintos, csak azt mondom, hogy ugyanaz a pince, ugyanaz a, mit tudom én, borászat, ugyanaz a dűlő, ugyanaz a borász, az a ho-ho, hát lehet, hogy nincs olyan vinyettája, meg nem tudom micsoda, de végül ugyanaz a bor. Igen, így van. Illetve azért azt tudnunk kell, hogy a vevőinknek a 10%-ának nem számít a pénz. Ezt az előbb a pizzánál akartam mondani. Van, amikor egy nagy kollektíven átlépjük az 1000 forintos pizzát, de közben van a másik fele, amikor azt mondom, hogy én azért adom 1500-ért a pizzát, mert ez a pizza, ez valóban ennyibe kerül, meg is éri az árát, tehát értéke is megvan, igen. És ezért fogja venni az a 10%, mert ő nem eszi a vacak pizzát 850-ért. Igen, 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 mert abból is meg tudom mutatni, hogy én a prémium pizzát fogom enni. Prémium kategória vagyok. És akkor azt még meg tudom fizetni. Tehát, hogy amíg kocsiban mondjuk nem biztos, hogy meg tudom fizetni a prémiumot, pizzában meg tudom a prémiumot fizetni, amitől azért többieknek meg tudom mutatni, hogy ki a király. Azt mondtad, hogy gyakran sírsz, ugye, amikor így jársz, kelsz, és nagyon nagy hibákat látsz? Eléggé. Hát azt mondom, hogy inkább az, amiatt sírok, hogy látom, hogy ezek az emberek nagyon szorgalmasak, és nagyon sok energiájukat belefetszelik tanulásba, fejlődésbe, küzdenek ezerre, mint disznó égen. És ezen múlik, egy ilyen apróságon múlik, hogy valamit, és hogy tudod, hogy az a klasszikus példa, hogy nem élezik meg a fűrészt, inkább ezt látom. Csak húzza, tehát, hogy húzza, jó, nyilván, hogy én azt mondom, hogy és ez lehet, hogy... Ez egy szakma, jól megélezni egy kést vagy fűrészt. Igen, tehát. így van. De ez elmarad a fűrészélezés, és pont azt mondom, hogy a gólvonalról rúgják mellé. Tehát, hogy és ezért sírok, mert közben meg... Szóval az ember az nem az erőfeszítéseiért, meg a verejtékért, meg az eltöltött időért van megfizetve, hanem az eredményeiért. Ez nagyon fontos. És itt az a kérdés, hogy milyen eredményeket tudunk elérni. Nem az számít, hogy én most hány órát dolgozok egy céggel, hanem hogy a végén lesz-e profit duplázás, igen vagy nem? Még van 2 perc, majd konkrét kérdést mondok neked, de muszáj ezt ide benyomnom, van egy nagy áruházban, rendszeresen vásárolok, és ott néha a sajtokat leértékelik. -70%, tehát most 30-szer veszed meg, és akkor visszaszorzod, akkor a kilósára az lényegesen több, amit megveszed 30%-a, mint amire eredetileg kín van, amíg nem szavatosságát majdnem vesztett. Igen. Tehát ez a kamu-kamu kérdés. Igen, tehát igen, amikor, igen. Az a baj, hogy benyaljuk ám. De hát hogy ne, 70%, kis darab sajt, 250, nem szorzod vissza, hogy egyébként nézzük, akkor mennyi lenne? 3000, a pultban mennyi van? 2800, akkor miért nem az újat veszem? Azt akarom kérdezni, melyik szektor, aki leginkább nyitott erre a te okosságodra, meg a te tevékenységedre? Mondjuk a vendéglátósok, azok nagyon, amik az nekem is nagy kedvencem, tehát én nagyon szeretek mindenfajta, maga az étlapározás az a kedvenc témám. Aztán orvosok, tehát fogorvosok, illetve ott nagyon fontos az árnak a kimondása, illetve a prezentálása, mert ez is megint egy kérdés, hogy sokan kérdezik, hogy állandóan alkudoznak velük, és hogy mi a baj. És hát én az a baj, hogy nincsen fölnagyítva a probléma kellőképpen. Azt gondolom, most mondok egy nagyon extrém példát, hogy mondjuk eliesél a villamosnak biciklivel, és levágja a lábodat a villamos, és gyorsan beszállítanak a lábaddal együtt, bevisznek az intenzívre, és ott van egy orvos, aki azt mondja, hogy én visszatudom varni a te lábodat, 800 ezer forint lesz az ára, le kell mondanom az esti színházamat, nem tudom, hogy most mi legyen. Akkor az a kérdésem, hogy ott alkudozol-e a 800 ezer forinton, vagy nem? Tehát, hogyha, és valószínűleg, hogy nem, és ez azért nem alkudozol, mert kellően nagy a probléma. Tehát az emberek akkor alkudoznak, amikor nem elég nagy a probléma. Hogyha van olyan helyzet, amikor tényleg nagy a gáz, akkor nincs alku. És ezt meg kell tanulni. Nyilván, hogy ez nem minden esetben lehet jó, most az ide kisarkított példát mondtam, de hogy dolgoznunk kell azon, hogy mellette a termékünk az egy olyan problémára
adjon megoldást, amire tényleg a mi tervénk az ideális. A sztori, picit a sztori. Minden sztori. Hát egyszer majd az éttermi árazásról beszélgessünk külön, jó? Mert okay, rendben. Van egy turizmusos műsorunk is, és akkor az idegenforgalom, az szerintem... Nagyon szeretem. A vendéglátás az eleve egy olyan terület, ahol mi nagyon jó alkalom a szolgálatra, és az ott tényleg a nagyot lehet villantani. Nekem a másik kedvenc témám a vásárlói élményteremtés, és ott is szóval az egeket lehet ostromolni, és azt gondolom, hogy ebben nagyon gyengék vagyunk például a vásárlói élményteremtésbe. Pedig egy ilyen közös himnusz, mindenki erről beszél. Hát figyelj, a profitunknak a 80%-át azt a meglévő, vagy illetve a visszatérő vevők hozzák, és ezt tudomásul kell venni. Mindenki az új vevő kábulatában van, hogy új vevő, nem az új vevő. A meglévőknek hétszer könnyebb eladni egyébként bármit, mint egy újnak. Hogyha az újakat rendesen ki tudnánk szolgálni, akkor azt gondolom, hogy akkor az ami a drasztikus profitot hozzá. Legközelebb akkor ezzel folytatjuk. Most az árazás 48 törvényéről beszélgettünk Weiser Istvánnal, aki többek között író és marketing stratéga. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Nagyon köszönöm a meghívást. Online trendek. Hallgassa, hogy értse.